Köszönöm a rövid bemutatást. Szóval engem mindig is érdekeltek a természettudományok, és nemrég elkezdtek komolyabban érdekelni az orvostudományok is, de hát mivel nem igazán ismertem ezeknek a dolgoknak a gyakorlatát, ezért arra gondoltam, hogy érdemes lenne minden lehetőséget megragadni arra, hogy kicsit jobban belelássak. És mivel a klinikai gyakorlatban nem nagyon lehet belelátni ugye ilyen jogi okokból, ezért a kutatásba néztem bele. Talán ismeritek a QDIAC-nak a honlapját, ahol van egy mentorlista, és itt a Magyar Tudományos Akadémiának a Kísérleti Orvostudományi Kutatási Intézete az, ami megtetszett, és velük felvettem a kapcsolatot, és hát ott elbeszélgettem egy pár csoportvezetővel, osztályvezetővel, és végül volt lehetőségem választani, és végül a kérgé kutatócsoportnak a celluláris és hálózatneurobiológiai osztályába mentem, ahol Gulyás Attila csoportjába kerültem, akik a hipokampusznak a gátló idegsejtjeit tanulmányozzák, elsősorban elektrofiziológiai módszerekkel, és az a céljuk alapvetően, hogy felderítsék ezeknek a gátló neuronoknak a jelintegrációját, illetve miután ezeket modellezték, utána neuronhálózatokat is modellezzenek. Itt a felső kép egy egér hipokampuszának a koronális metszete, ami ilyen nagyon szépen meg van festve, ugye a különböző típusú neuronok különböző színnel látszanak, illetve az alsó képen egy darab neuronnak a konfokális mikroszkópos képe látható. Ezért van, ugye ezeket az idegsejteket, mivel térben helyezkednek el, tehát hogy nagy a kiterjedésük, ezért ilyen konfokális technikával lehet jól fényképezni, hogy minden síkban éles legyen. Itt látszik egyébként az intézetnek az épülete, Gulyás Attila, illetve egy egér. Ugye az egér az azért fontos, mert az egér a modellállatunk, és a legtöbb kísérletet azt egereken végezzük, vagy in vivo, tehát hogy egy élő egérnek az agyába egy elektródát operálunk, és utána megfigyeljük azt, hogy milyen az idegsejteknek az aktivitása, vagy in vitro, amit úgy csinálunk, hogy az egér agyából készítünk egy metszetet, általában a hipokampuszból, és utána ezt az agyszeletet nagyon gondosan kell kezelni, mert ugye könnyen meg tud halni. Szóval egy oxigéndús, egy extracelluláris oldathoz hasonló oldatot áramoltatunk át rajta, hogy életben tartsuk, és ezután mikroszkóppal lehet vizsgálni. Ugye a hipokampuszban tehát sokféle sejt van, vannak az úgynevezett principális sejtek, ezek piramis sejtek, amilyenek általában az agykéregben megtalálhatóak. Ugye a hipokampusznak is ilyen kérges szerkezete van, tehát réteges, és jellemzőek rá ezek a serkentő piramis sejtek, illetve rengetegféle gátló sejt, és mi alapvetően ezeket vizsgáljuk. Ugye ezek azért fontosak, a gátló sejtek, mert gyakorlatilag ezek akadályozzák meg azt, hogy úgy, ahogy előbb a mikrofon is, tehát hogy az idegsejtek begerjedjenek, mert ugye, hogyha nem lennek gátló sejtek, akkor egy ilyen állandó pozitív visszacsatolás alakulna ki az ilyen neurális hálózatokban, amik ahhoz vezetnének, hogy a jel az nagyon felerősödik, és egyébként ilyenkor szoktak jelentkezni az epileptikus rohamok, amikor ezek begerjednek. Ezeknek az itt egyébként a képen gátló idegsejtek látszódnak, és látszik az, hogy a hipokampusznak különböző rétegeiben a dendritfájuk, illetve az axonjaik a különböző rétegekben nyúlnak, különböző elhelyezkedésben. Szóval vizsgáljuk az idegsejteket anatómiailag, és így meg tudunk különböztetni idegsejt típusokat.
ezt is ezzel a konfokális mikroszkópiával vizsgáljuk, aminek a lényege az, hogy előzőleg feltöltjük a sejtet egy fluoreszcens anyaggal, majd egy olyan mikroszkópba helyezzük, ami egy lézerrel a metszetnek a síkjaiban egészen vékony rétegekben végigpásztázza a teljes mintát, és ezért a végén megkapjuk az idegsejtnek egy térbeli képét, amit, és hogyha ezeket a rétegeket egymásra vetítjük, akkor fogjuk megkapni az idegsejteknek a teljes dendrit fájának a képét, és hogyha elhelyezzük őket ugye egy ilyen teljes képen, akkor jól látszanak az elhelyezkedés az idegsejteknek. Ezen kívül a különböző típusú gátló idegsejteket lehet osztályozni azt szerint is, hogy milyen a tüzelési mintázatuk, és ezt az úgynevezett patch clamp technikával mérjük, ami azt jelenti, hogy az előkészített ilyen élő, de in vitro szeleteken bejutatunk egy elektrolit oldattal feltöltött pipettát, amibe egy elektróda nyúlik, és hát itt van egy ilyen kép arról, hogy hogyan működik ez. Tehát először odarakjuk a pipettát a sejthez, majd ezzel beszívjuk a sejtnek a sejthártyáját, egy kis szívással kiukasztjuk a sejthártyát, és jó esetben úgy fog zárni a pipettának a pereme, illetve a sejthártya, hogy az intracelluláris tér, illetve a pipettában lévő elektrolit oldat, az egy teret fog alkotni, és az elektródával tudjuk mérni a sejtnek az elektromos aktivitását, illetve tudunk áramot injektálni a sejtbe. És itt van róla egy szebb kép. És egyébként így néz ki a mikroszkóp alatt. Tehát itt egy ideg sejtet mérünk így. És így lehet mérni ezeket az aktivitásokat. Alapvetően azt szoktuk csinálni, hogy miután jó a szigetelés, meggyőződtünk róla, hogy tényleg a sejtnek az elektromos aktivitását mérjük, adunk neki különböző erősségű, hiperpolarizáló és depolarizáló áramokat, és azt nézzük, hogy különböző áramerősségeknél milyen tüzelési mintázatot adnak ezek a neuronok. És egyébként ugye viszonylag nehéz megállapítani azt, hogy milyen típusú neuront mérünk éppen. Ezt úgy oldjuk meg, hogy előzetesen az egereknek az agyába egy vírust injektálunk, ami szelektíven megfest olyan neuronokat, amikben bizonyos fehérjék előfordulnak, mert a vírus ezekbe a sejtekbe GFP-t, tehát zöld fluoreszcens proteint választ ki, és ezért UV-fény alatt nagyon jól meg lehet különböztetni a sejt kiválasztásnál azt, hogy tulajdonképpen mi melyik sejtet akarjuk vizsgálni. Ez egyébként azért is hasznos, hogyha ezeket a tüzelési mintázatokat össze tudjuk kötni az adott idegsejtnek a típusával, akkor később már nem feltétlenül kell végigcsinálni ezt a konfokális meghatározást, meg ezt a vírusos dolgot, hanem egyszerűen kiválasztunk egy sejtet, megmérjük az elektromos aktivitását, és ebből meg tudjuk mondani azt elég jó valószínűséggel, hogy ez milyen típusú sejt. Hát itt nem tudom, hogy mennyire olvasható ez el. Az a lényeg, hogy miután lemértük ezeket a tüzelési mintázatokat, megpróbáljuk megállapítani azt, hogy a sejtnek milyen a jelintegrációja, és ez alapján a különböző idegsejteknek kialakítunk ilyen profilokat, hogy hogyan, tehát igen, hogy milyen a jelintegrációja, és utána ezeket hálózatmodellekbe rakjuk be, hogy a mérési adatainkból egy hálózat szintű működést tudjunk modellezni, és így megfigyelhetünk mintázatokat, illetve ezeket a mintázatokat össze tudjuk hasonlítani a valóságban tapasztalható, tehát mért aktivitással. Ennek a haszna az az, hogy amint mondtam, az epilepsziában fontos szerepe van a gátlósejteknek, illetve a gátlósejtek alulműködésének.
És azzal, hogy ilyen vizsgálatokat végzünk, illetve ezeket a hálózatokat modellezzük, meg tudjuk jósolni, vagy fel tudjuk deríteni azt, hogy tulajdonképpen hogyan alakul ki egy epileptikus roham, hogy ennek mi a háttere, és persze ez hozzásegít ahhoz is, hogy később a megfelelő gyógyszereket, vagy más kezelési eljárást ki tudják fejleszteni. Az epilepsziát egyébként sokszor ezzel a gabazin nevű szerrel modellezzük. A gabazin az azt csinálja, hogy a GABA receptorokat eltömíti, és azt talán tudjátok, hogy a GABA gamma aminovajsav az egy gátló idegingerület átvívő anyag. Szóval, hogyha ezeket a receptorokat gátoljuk, akkor a gátló sejteknek a működését gátoljuk, tehát olyan, mintha serkentenénk, és ilyenkor kialakulnak ilyen epileptikus rohamok, és összetudjuk, tehát ezeket is mérni tudjuk in vitro, és összetudjuk hasonlítani a kóros és a fiziológiás működéseket. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm a figyelmet.